új koalícióját létrejött tegnap este Szabadkán. A koalíciós megállapodást a szerb haladó párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetség alkotják. Első lépésükként ma kezdeményezték Modest Dulit jelenlegi polgármester, vele együtt pedig legközelebbi munkatársainak menesztését is. Az új koalíció azzal érvel, hogy a Demokrata Párt által irányított szabadkai városvezetés az utóbbi időben csak önmagával és nem a polgárokkal törődött, viselte gondjukat, de mellőzték a város fejlesztését is. Nem valaki ellen irányul ez a koalíció, az a pártoknak a felelősség és az elképzelés, hogy felvállalják azt, hogy a városban történjen valami, és pozitív irányba mozdítsuk el a várost, és ennek érdekében kellett meglépni ezeket a lépéseket. Az elmúlt időszakban a tárgyalások folyamán, amit hamarabb folytattuk, sajnos azzal kellett szembesülnünk, hogy a más politikai tömböknek a képviselő elsősorban a kozmetikázás mellett és azok a funkciók megtartása mellett voltak érdekeltek, nem pedig az igazából komoly változások mellett. Ha nem akadályoztak volna állandóan a koalíciós partnerek, elsősorban a VMS, ugyanis amíg én terepen voltam és valóban arra törekedtem, hogy pénzt biztosítsak az infrastruktúrális projektekhez, ők csak azon dolgoztak, hogy átformálják a városvezetést. Végül ezt el is érték, de elfelejtették, hogy nem a többségalkotás a fő cél, tehát a hatalomba való lépés, ahogyan ők ezt mondani szeretik, nem a politikai megállapodás lényege, hanem a lehetőség, mód arra, hogy megvalósítsuk azokat a projekteket, amelyek fontosak a polgárok számára. Az új koalíció elhatározásáról kezdeményezésről a városi képviselőtestület holnap ülésén döntenek. Úgy tudjuk, hogy a polgármester menesztéséhez meg lesz a szükséges többség. Új polgármesterként Magla Jenőt, a VMS városi szervezetének elnökét, a helyi parlament elnökeként pedig Radmila Todosijevic nyugalmazott egyetemi tanárt javasolják a szerb haladó párt soraiból. Egyben ez azt is jelenti, hogy városi szinten a haladók és a VMS közötti viszony új fejezetének lehetünk tanúi. Amennyiben azt látják, hogy nálunk különbözőek a vélemények, azon nem kell csodálkozni. Nálunk mindenkinek megvan a saját véleménye, ám közösen lépünk el. Holnap meglátják, mindannyian egységesek leszünk. A szabadkai városi képviselőtestület ülése holnap 9 órakor kezdődik, és minden valószínűség szerint nagy izgalmak elé nézünk.